A jog mindenkire egyformán érvényes. Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere szerint ez az elv a gyakorlatban sokszor nem érvényesül. A községben kidolgozott falumodell elvei és módszerei úgy véli, a kettős mérce ellen is fellépnek. Az érpataki modellt tavaly évvégén országos hálózattá szervezték, a tagok és az érdeklődők tapasztalataikról, eredményeikről tartottak egyeztetést szombaton. A fórumon elsősorban a hatóságok munkájának általuk tapasztalt hiányosságairól szóltak. Nagyon sokszor úgy tesznek, mintha nem tudnának a problémáról, tehát eltekintenek fölötte, vagy nem veszik észre, nem kezelik az ügyeket, és mi úgymond a látóterükbe visszük az ügyeket, és folyamatosan úgymond nyomon követjük, hogy milyen intézkedéseket hoznak, ha nem megfelelt, akkor megfelebbezzük, megpanaszoljuk, pótmagánváddal, amiben lehet, megyünk tovább, tehát gyakorlatilag ez is egy másik fontos része úgymond a módszereknek, hogy a hatóságokat megpróbáljuk kényszeríteni. Az érpataki modellt számos településen adaptálták már, sőt nagyvárosokban, köztük Debrecen vagy Miskolc egyes kerületeiben is követik az érpataki gyakorlatot. Utóbbi esetében a gyermekvédelem és a vízbázisvédelem területén értek már el eredményeket. Nagyon sok helyen úgy vezetik el a szennyvizet, hogy egyszerűen kifolyatják az utcára, vagy nem foglalkoznak vele, szennyezik a környezetet, és mivel uniós irányelv is, tehát amikor beléptünk az Unióba, úgymond kötelezettséget vállaltunk arra, hogy ezt megvalósítjuk. Miskolc, mondom, 2010. december 31-ig kötelező volt megvalósítani, viszont ez a törvény nem jut érvényre. Tehát a hatóságok egyszerűen átnéznek azon, hogy ott kifolyik az utcára, akkor a környezetet, az egészséget veszélyezteti. Orosz Mihály Zoltán kiemelte, az egyik legeredményesebb település a Hajdúbihari Konyár. Itt, mint mondta, a helyi rendőrség hatékonyabb intézkedését, ezzel a közbiztonság javítását sikerült elérni.